Orbán Viktor, a Magyarország miniszterelnöke 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu programot. Gyopáros Alpár kormánybiztos a Decsi Lakossági Fórumon ismertette, határozott céljuk volt, hogy felmérjék a falvak és kisvárosok valós igényeit. Hogy olyan támogatási célokat tudjunk megvalósítani, amelyek méltán népszerűek lesznek, és ez így is van. És ennek érdekében mi folyamatosan, permanensen az elmúlt 5 évben jártuk az országot, jártuk a hazai kis településeket, falvakat és kisvárosokat, és egy ilyen találkozó keretében 2 évvel ezelőtt már sikerült egy elég komoly beszélgetést lefolytatnunk Tolna vármegyei kistelepülések vezetőivel, polgármesterekkel. A beszélgetés azonban túlmutatott a Magyar Falu programon. Hiszen mégiscsak olyan történések zajlottak az elmúlt években, évtizedben a világban, amelyek meghatározzák mindannyiunknak az életét, a mindennapjainkat, a mai napunkat is. Beszélhetünk akár a közel egy évtizede zajló migrációs nyomásról a kontinens irányába, beszélhetünk gazdasági kihívásokról, amelyekkel szembenéz az Európai Unió, energetikai szempontú kihívásokról, vagy éppenséggel arról a sajnálatos háborúról, ami a kontinens határán zajlik, hiszen ezek mind meghatározzák az életünket, és bizony, hogyha tovább folytatódik például Brüsszelben az a rendkívül rossz politika, amely ezekre a kihívásokra a létező legrosszabb válaszokat adják, akkor ezek mind-mind a jövőben is meghatározhatják az életünket. Az ilyen találkozókon ezért fontos felhívni a figyelmet az európai parlamenti választásokra is, mondta a kormánybiztos. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, kiemelte, Decs a választókerületének egyik legfontosabb települése. Nagyon fontos, hogy ez a település lehető legtöbb fejlesztési forrást tudja megkapni. Az elmúlt időben Heberling Tibor polgármester úrral nagyon sok közös eredményt értünk el, ami elsősorban nyilván az itt élő embereknek az érdeme. Itt a mögöttünk álló, úgymond faluháznak a megújulása az egyik tés egyik legnagyobb kulturális beruházása volt az elmúlt években, de törekszünk arra, hogy a közterületeket, a középületeket, a járdákat, tukatakat megfelelő módon tudjuk karbon tartani. Heberling Tibor, a település polgármestere, ismertette a 2019 óta elért eredményeket. Szinte fel sem tudom sorolni, annyi magyar falus pályázatot nyertünk. Összességében úgy fogalmaznám meg, hogy több mint 500 millió forint értékben érkezett pénz, azaz pályázat a településre az elmúlt 4,5 évben. Tehát több mint 500 millió forint értékben. Ezek különböző önkormányzati intézményeknek a felújítása, közterületeknek a felújítása, utaknak a felújítása, kommunális eszközök beszerzése, kisbusz beszerzés, és sorolhatnám még. A polgármester elmondta, elsődleges célja a jövőben a sárközi kultúra felemelése. Ennek az érdekében egy programsorozatot indítottunk, Göröndölő címmel, már 2 rendezvénye volt ennek a, nem is rendezvénye, hanem 2 összejövetele megbeszélése volt ennek a programsorozatnak, és ezt kívánom magasabb fórumokra emelni. A támogatottság megvan hozzá, a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi kihelyezett főiskolájának a dékánja, dr. Szécsi Gábor dékán úr a támogatásáról biztosított, és több irányban elindultak a kezdeményezések ezzel kapcsolatosan. A rendezvényre körülbelül 200-250 ember érkezett.